Bók és magó fia vagyok én. Hiába döngetek kaput, falat. Mégis megkérdem tőletek, szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Velenc, Verecke híres útján jöttem én. Fülembe még ős magyar dal rival, szabad-e dévénél betörnöm új időknek új dalaival? Fülembe forró olmot öntsetek. Legyek az új, az énekes vazul. Ne halljam az élet új dalait, tiporjatok reám durván, s gazul. De addig, sírva, kín van, mégiscsak száll új szárnyokon a dal, ha százszor is elátkozza puszteszer. Mégis győztes, mégis új és magyar. Na, Heltai Jenőnek 1900-ban írott verse, amelyik úgy mondom, hogy Heltai ebben az időben már olyan, hát korombeli, egy kicsit fiatalabb pár évvel volt, de Heltainak a temperamentumát ismerve és a verseit ismerve úgy mondom, hogy imádta a nőket. És ez a vers is erről szól. Az a címe a versnek, hogy Vallomás. De szép. Hogy mi ketten egymást meg nem értjük. Nagyon sajnálom, asszonyom, de ha nem kellek szeretőnek, egyébre nem vállalkozom. Például arra, mit Szónoki Hébel mond kegyet, hogy meggyötör szegény szívének, legjobb barátja én legyek. Legjobb barát, szavamra mondom, megtisztelő egy hivatal, de nem vagyok hozzá elég vén, s ön aggasztóan fiatal. Ön csupa élet, csupa illat. Lángol, herít, vakít, ragyog. Hát hogy ne szomjaznám a csókját én, aki angyal nem vagyok. Olyan kevés, amit kívánok. Hosszaszkodni restel is, legyen tisztelt lelke másé. Nekem elég a teste is. Legyen lelkének egy barátja, kivel csevegni élvezek. De ez a barát, ez az őrült, ez nem érzik. Legyen ővé minden poézis, és az enyém csak az, amit én. Ő oldja meg a problémákat, a ruháját viszont csak én. Hogy ez a hang szokatlan önnek? Kétségbe kérem, nem vonom, de ahhoz megértjük egymást. Csak egy módja van, asszonyom. Adjon az Úr ki egy tenyérből, rosszat is, jót is osztogat, rosszabb erkölcsöket kegyednek, vagy nekem adjon jobbat. Jó volt.